szőlő szeretete és a borkészítés hagyománya családi örökség, és a birtok alapját is ez az örökség adta. Már a 7 hektárra növeltük a szőlőterületünket, ami Szekszárd több különböző dűlőjében található. 2016-ban vásároltuk meg az egykor szebb napokat látott kerámiaüzemet, és ekkor álltunk neki a felújításának, ahol létrejött a palackozó feldolgozónk, a kóstolóterminknek és vendégszobáinknak helyet adó épület, valamint 2019-ben megnyitottuk a kávézó és borboltunkat. Könnyű, reduktív és az ászokhordóban élő testesebb vörösborokon kívül készítünk fehérborokat és üde rozékat. Jelenleg 3 fehérborunk van forgalomban, egy könnyű chardonnay, egyfajta jelleges olasz riesling és a fioretti küvé. Rozéból is 3 félét készítünk, egy kékfrankost, egy zweigeltet és szintén egy küvét. A kis ördögünket a hétköznapok borának szántuk, és a pincészetünk kiemelkedő tétele a paraszta küvé. 2019-től kékfrankossal, kadarkával, bikavérrel és cabernet frannal bővítettük a szortimentünket. Ezen kívül évek óta készítünk 100%-os gyümölcstartalmú gyümölcsleveket, körtét, almát, birsát, kajszi és őszibarackot, és ezen kívül medgyet, homoktövist és céklalevet is. Ezek 5 literes bag-in-boxban és 2 decis kivitelben is kaphatók, és ezen kívül még mustokat is készítünk, fehéret, rozét és vöröset, még szintén egész évben kaphatóak. A kezdetektől fogva fontos számunkra, hogy megosszuk a birtokunkat másokkal is, így a szüreti nyitott pincék keretében rajtunk kívül még másik 5 borászat borait kóstolhatják a borturisták nálunk. Göndöcs Lajos, a Háromházi pince, az Illés Borház, a Szent Gál pincészet, valamint a Tüske pince borai kóstolhatóak majd a Gyűszű birtok borain kívül. A borok mellé különféle ételekkel is készülünk. Most debütál nálunk a zsufa pizza, akik nápolyi stílusú pizzákat készítenek. Ezen kívül kézműves szendvicsekkel készülünk itt a kávézóban, pulled pork, szalámis és vegetáriánus változatban. Ezt már a hozzánk betérők kóstolhatták többször a többi rendezvényünkön, illetve ezen felül most kezdünk neki, lesznek nálunk sajtorták, almás és medgyes pite, pogácsa, sajtos tangli, sörkifli, amik itt helyben fognak készülni. A pénteki és szombati napon pedig főtt ételekkel készülünk. Pénteken vegyes pörkölt lesz házi kenyérrel és savanyúsággal, szombaton pedig babgulyás házi csipetkével. Mind a 4 napon koncertekkel készülünk, az egyes napokat a különböző zenei stílusokra építettük fel, tehát az egyik nap rockabilly szól, a másik nap blues zene, aztán klasszikus rock zene, így csütörtökön a Candyman Duo lép fel nálunk, pénteken a Blues Travel Band, szombaton a Shisha Café és a Kentucky Harmony, tényleg ők countryt játszanak, és vasárnap pedig Rudán Joe lesz a vendégünk, őket előzi meg a Walking Mama zenekar. Bye. 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 Bye.